Rövidesen kiderül, kiviselheti a Fehérvár szépe hírlap királynőjének koronáját. Az ifjú hölgyek ezúttal az utcai viseletből, illetve az estei ruhák megjelenítéséből vizsgáztak a szakmai grémium előtt. Ami pedig a mi alapvető három heti felkészülésünket érinti, itt is nagy változások mentek végbe, hiszen 18 fővel indult el a felkészülés augusztus 6-án, és ma már 15-en vannak a lányok, hiszen két házi verseny feladat megoldásának meg kellett, hogy feleljenek, illetve másfél hétig csapatépítő tréningeken és különböző külsős programokon vettek részt. A koreográfus rövid idő alatt annak teremtette meg a lehetőségét, hogy Székesfehérvár szépei harmóniát sugározzanak, külön-külön és együtt. A legnehezebb feladat az, hogy ugye a lányokat olyan sóra készítsen fel, ami megállja a helyét egy ilyen Fehérvár szépe gálán is. És ez alatt a két hét alatt egy olyan mozgást kell nekik megmutatnom, illetve megtanítanom, ami ugye hát egyrészt látványos, másrészt tényleg egy olyan színpadképes produkció, amivel ugye elkápráztatjuk a zsűrit, és ugye a lányok is azért bizonyos tehetségüket meg tudják mutatni. A szépség alapvetései nem változtak évszázadok óta. A mi magyar, székesfehérvári lányaink ma még szertelenek ugyan, de gyönyörűek, tapasztalhattuk meg.